bíróságon vádat emelhet az ügyészség bármely ügyben, én ezt szintén egy olyan szabálynak tartom, ami megint csak a szükségesség arányosság szempontjait kell megvizsgálni. Egyetértünk, politikus bűnözés ellen kőkeményen fel kell lépni, nagyon örülünk, hogy ezt a copyrightot immáron Lázár János is magáévá tette és használja, és valóban ne élvezzenek kivitelezettségi helyzetet a politikusok akkor, hogyha ebbéli tisztségből fakadóan követnek el közvagyonnal kapcsolatos bűncselekményeket, de ez nem írhatja felül azt a kötelezettségünket, hogy nekünk itt az országház falai között, a jogállamiság keretei között kellene gondolkodnunk és dolgoznunk, és ebből volt nagyon kevés az elmúlt években, és erre lenne most nagyon szükség. Köszönöm. Két perces hozzászólás, Ipkovics György képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, én örömmel hallom a megnyugtató szavait, csak a zavart bennem az okozza, hogy amikor Lázár képviselőtársunk beszél ugyanerről, egy teljesen más hangnemet használ, és tulajdonképpen a védőt kvázi bűnsegédként apostrofálja, míg amikor államtitkár úr kér szót, akkor tulajdonképpen a büntető eljárás egyik szereplőjéről beszélünk. Én megnyugodtam volna, hogyha, és úgy lenne kerek tulajdonképpen ez az előterjesztés, és miután államtitkár úr említette is a garanciális követelményeket itt az eljárásba, ha mondjuk hozzátennénk a hamis vádhatóság félrevezetésével kapcsolatos megemelt szankciórendszert ugyanehhez a dologhoz, ugyanis ami az egyik oldalon egy rendkívül súlyos teher a megvádolt személy tekintetében, ha ez valótlannak bizonyul, ha kiderül, hogy tényleg itt a vádelhalasztás, vagy egyéb más olyan intrikák kapcsán tettő terhelő vallomást, hát bizony engem megnyugtatna, hogyha ekkor kiemelt büntetésben részesülne az ilyen személy is, vagy pedig maga az eljárás lenne nyilvános. Én annak nagyon örülnék, hogyha a büntető eljárásba bevon szeméről azért nyilvánvalóvá válna, hogy ő vádelhalasztás hatálya alatt áll, vagy ezzel kapcsolatos intézkedést hoztak vele szembe, már csak az ügy objektív megítélése okán is. Köszönöm szépen. Cserpakovics András képviselő úr normál hozzászólásban, de lehetőség lesz a vita végén is egyébként. Most szeretnék. Okay. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlament, tisztelt képviselő társaim. Az vitában eddig elhangzottakkal kapcsolatban szeretnék néhány szóra reagálni, illetve néhány elhangzott gondolatra reagálni. És most nem arra, ami szerintem nem hangzott el a frakcióvezető úr által elmondottakban, mert az most nem vinni előre a vitának a kérdését, és nem is az első szakaszban szóltam hozzá, hiszen az ott benyújtott módosító indítványom, illetve ami az a vita szakaszhoz kapcsolódott, az elsősorban technikai kérdéseket rendezett, szemben a második vita szakaszban foglalt kérdésekkel. És összességében is elmondhatom, amit jeleztünk egyébként az Alkotmányügyi Bizottság ülésén még múlt héten, aztán a hajnali vita során azoknak a képviselőtársaimnak, akik még itt voltak, talán fél hat, három, negyed hat körüli zárással annak a vitának a során, illetve a benyújtott módosító indítványok is szerintem ezt tükrözik, és a mai Alkotmányügyi Bizottságon is elhangzott, hogy minden olyan pontban, amely pont azt gondoljuk, hogy az eljárások gyorsítására való szándékot nem sérti, hanem adott esetben erősíti, vagy egyéb kérdésekkel, garanciális kérdésekkel foglalkozik, azokban a tekintetben nézzük meg, hogy hol és milyen módon emelhetők be kompromisszumos javaslatok. Ez egyébként ma pont a poligráf tekintetében meg is történt, ahol éppen egy ellenzéki képviselő társunk javaslatát elfogadva a bizottság ezt a kérdést azt gondolom, hogy rendezte legalábbis abban a tekintetben megnyugtató módon, hogy egyébként a bizottság, ha jól emlékszem, egyhangú vagy közel egyhangú döntése szavazott erről a módosító indítványról. Illetve néhány perccel ezelőtt kapcsolódó módosító indítványok benyújtására került sor, és ezért nem vártam meg azt a lehetőséget, amire elnök úr jelzett, illetve utalt, mert azt gondoltam, hogy mindenképpen úgy korrekt, hogyha még a vitában reagálási lehetőséget adva mondom el, ha nem is az összes módosító indítványt, hanem csak hívom fel a képviselőtársaim figyelmét arra, hogy pont a mai vita során elhangzott kérdéseket, illetve az elmúlt héten elhangzott szakmai javaslatokat próbáltuk egy kapcsolódó módosító indítvány csomagba rögzíteni. Ezekről holnap az Alkotmányügyi Bizottságon lesz lehetőség mind érdemi vitát folytatni, mind pedig azokról szavazni. Ez azért jelzem, mert részint a poligráffal kapcsolatban rögzíti azt, amit a képviselő úr által, Dorosz képviselő úr által benyújtott módosító indítvány elfogadásával egyébként az Alkotmányügyi Bizottság már rögzített. De ezen túl az irat megismeréssel, a közvetítő eljárással kapcsolatban is rögzít javaslatokat,
ahol, ahogy a kiemelt ügyek kapcsolatban, illetékességi kérdésekkel kapcsolatban is, és ezzel a bizonyos 24-48 órás kérdéskörrel együtt is. Emellett a benyújtott módosító indítvány
Vajon még, amit a múlt hét során pénteken nyújtottam be, azzal kapcsolatban már jelezni szerettük volna, hogy nem csak a 48 óra került 24 órára csökkentésre, hanem ugye főszabályként már abban a módosítványban is egyértelműen megjelent az, hogy a védő részvétele az alapeljárásban főszabályként megmarad, és konkrét kivételes ügyben ügyészségi indoklás alapján lehetett volna ettől eltérni. A most benyújtott javaslat tekintetében annyi változás történik, képviselőtársaim, hogy a védő nélkül nincs vallomás tétel, nincs kihallgatás. De itt lesz egy 48 órás szabály arra tekintetve, hogy mikor és milyen módon történhet érintkezés egyébként a védővel, de ha a egyébként kihallgatásra kerül a sor, az védő nélkül, védő jelenléte nélkül nem történhet meg. Ezt tartalmaz az a kapcsolódó indítvány, amit néhány perccel ezelőtt nekem volt módom aláírni, illetve benyújtani. Azért most, mert a nap folyamán ebben a tekintetben munka folyt, viszont azért szerettem volna ezt jelezni, mert úgy gondoltam, hogy úgy korrekt, hogyha nem a vita lezárása után 5 perccel értesülnek a képviselőhölgyek és urak arról, hogy egyébként ezek a módosító indítványok benyújtásra kerültek, amiről még egyszer holnap az Alkotmányügyi Bizottság dönteni fog, mind előterjesztő, és lehetőség lesz ott természetesen a szakbizottságnak ezekben a kérdésekben állást foglalni, illetve a javaslatokkal kapcsolatban mind szóban, mind utána szavazattal ki elmondhatja majd a véleményét, illetve az álláspontját. És önmagával ezzel azt gondolom, hogy rögzítettük ismételten azt, amit az első pillanattól kezdve mind Lázár frakcióvezető úr, mind jó magam, mind államtitkár úr, mind a bizottságüléseken és a plenáris ülésen megszólaló kormánypárti képviselők is jeleztek, hogy keressük azokat a megoldásokat, amelyek garanciális elemek megtartása mellett, de mégiscsak gyorsítják ezeket az eljárásokat, mert ami a kulcsárügyben, ami a postabankügyben is lehetne sorolni ügyekben történt, hosszú-hosszú éveken keresztül, vagy ami éppen nem történt, az azt gondolom, hogy a jogállamban legalább ugyanolyan garanciális problémákat vet fel, és legalább annyira egyébként orvosolni kell ezeket a kérdéseket, amennyire adott esetben a képviselőtársaim által megfogalmazott kérdések tekintetében is joggal merültek föl talán az elmúlt napokban kérdések. De az igazságnak nem 10-15 év után kell egyébként kiderülni, ha kiderül, mert annak természetesen a társadalomra gyakorolt hatása egészen más, mintha ezek az eljárások jóval gyorsabban záródnak egy jogerős bírói ítélettel, és az igazságra sokkal hamarabb derül fény. Én azt kérem képviselőtársaimtól, hogy holnapi bizottságülésig ezeket a kapcsolódó indítványokat áttekinteni, és azokról gondolom, hogy mind kiki a saját frakció álláspontját ki fogja tudni alakítani. Köszönöm szépen, elnök úr. 2 perces hozzászólásokra van igény. Répási Róbert képviselő úr, államtitkár úr először. Igen, köszönöm a szót, tisztelt ház. Én csak üdvözölni szerettem volna Cserpakovics András bejelentését arról, hogy módosító javaslatokat nyújtott be, tekintettel arra, hogy ez egy nagyon fontos szempont, ahogyan az előbb mondtam, hogy a garanciák, a büntetőeljárási garanciák és az eljárás hatékonysága, valamint a korrupciós küzdelem szempontja összeegyeztethetőek legyenek. Tehát ha jól értettem képviselő úr szavait, a védő nélkül, tehát nem hallgatható ki fogva lévő terhelt, még a kiemelt ügyekben sem, ahol egyébként kötelező a védelem, de egyébként a kapcsolattartása egy bizonyos ideig korlátozható. Ez egyébként a védőn kívül most is így van, hogy korlátozható a kapcsolattartása a nyomozás érdekében egy gyanúsítottnak, de védő nélkül nem lehet kihallgatni. Tehát én ezt egy nagyon fontos előrelépésnek tartom, azt hiszem, hogy talán sikerülne megtalálni azt a kompromisszumot, amit az országgyűlés nagy többsége el tud fogadni. Köszönöm szépen a figyelmeket. Ugyancsak 2 perces Bárándi Gergely képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársam. Először is köszönöm a korrektségét, mert valóban nem volt lehetőség megnézni még ezeket a javaslatokat, és hát érdemi választ akkor tudunk nyilván adni rá, hogyha elolvasni is el tudtuk. Én azt gondolom, hogy mindenképpen előrelépés az, hogy legalább kihallgatni nem lehet a terheltet, de úgy hiszem, hogy ezzel együtt nem válik még alkotmányossá és a nemzetközi joggal összhangba hozhatóvá a javaslat, hiszen például, amit idéztem,
az országgyűlés előtt, ugye ez a büntető eljárási irányelv tervezett, amiből pillanatok alatt valóság válik, tehát itt egy-két hétről, hónapról beszélünk, amíg ebből a Magyarország számára is kötelező érvényű dokumentum lesz, az azt mondja, hogy a védőhöz való haladéktalan ugye hozzáférést azt biztosítani kell, egyrészt a kihallgatás kezdetéig, ennek nyilván meg fog felelni most már az új javaslat, azonban a személyi szabadság elvonásának a kezdete ugyancsak egy
ilyen határvonal. Ami azt jelenti, hogy hiába biztosítják a védő jelenlétét a kihallgatáshoz, hogyha a személyi szabadságtól való megfosztással egyidejűleg ezt a lehetőséget nem teszik, ezt nem teszik lehetővé a terhelt számára, akkor még mindig ütközni fog ezzel a büntető eljárási irányelvvel, ami hamarosan elfogadásra kerül, és az én meglátásom szerint továbbra sem felel meg majd a jelenleg hatályos és a jövőben hatályossá váló alkotmánynak, illetve alaptörvénynek. Egy dolgot szeretnék kiemelni, sajnos, bár én is őszintén szólva jobb szerettem volna, ha ezt nem kell megélnem, egy ilyen felszólalást az országgyűlésben, amit Lázár frakcióvezetőre elmondott. Pont ezért, mert egy kicsit hitetlenek voltunk, hogy jól hallunk-e, kikértük szó szerint a jegyzőkönyvet, amit mondott, és amit én idéztem, az ebből a szó szerinti jegyzőkönyvből van. Úgyhogy a legnagyobb sajnálatomra azt kell mondjam, hogy amit én elmondtam, az úgy hangzott el. Remélem, hogy többet ilyen nem fog történni. Köszönöm szépen. Gaudi Nagy Tamás képviselő úr, 2 perces. Köszönöm, elnök úr. Csákpalkovics képviselőtársamnak szeretném jelezni, hogy mi is értékeljük azt, hogy van kompromisszumra való nyitottság. Ez egy viszonylag ritka jelenség a kormánypártok részéről, de természetesen ki kell fejeznünk ebbéli igényünket, hogy ez miért nincs így? Miért nincs így a többi törvényjavaslat vitájában, ahol szerintünk legalább ilyen megalapozottsági javaslatokat tettünk. Azért azt viszont tényleg elgondolkodtat, hogy mi szükség volt egyáltalán olyan helyzetek előidézésére, amelyben például a Répási államtitkár úr is kellemetlen helyzetbe került, hogy egy alkotmányügyi bizottsági javaslat formájában kellett gyakorlatilag látható módon igazából nem is a közigazgatási igazsági minisztérium berkein belül, hanem vélhetően való ügyészségi dolgozószobák házatáján elkészült szövegről van szó, amely abszolút túlhatalmat adott volna eredeti formájában a nyomozó hatóságoknak. Ezek a mostan elhangzott keretei a kapcsolódó módosító javaslatoknak biztató irányt mutatnak, de amikor az őrizet 120 óráig tartó fenntartását továbbra sem érzem olyan intézményi elemnek, amely szolgálná az eredeti célt, a eljárás gyorsítását. És sajnos tényleg azt tapasztaljuk, hogy akár a kapcsolattartás korlátozása területén, pont akár a Budaház ügyet ugye megint említhetném, ott is önkényesen a sajtókapcsolatok korlátozása, hozzátartozói kapcsolat korlátozását, hanem egy évig tartották fenn, teljesen indokatlanul. Tehát nagyon vigyáznunk kell még egyszer azzal, hogy ráadásul olyan intézmények kezében, mint az ügyészség, ahol egyébként a budapesti nyomozó ügyészséget ugyanaz a személy vezeti, aki a 2006 őszi megtorlások idején igenis hát nem tudott elég erőt mutatni annak érdekében, hogy rendőröket felelősségre vonjanak, és nagyon sok civil ellen viszont eljárás indult. Tehát ilyen nyomozóhatóságoknak, ahol még a rendszerváltás nem történt meg, azt gondolom, hogy nem szabad nyakló nélkül jogosítványokat adni, ideértve a vádemelés bármelyik bíróságon történő lehetőségét is, amely egyébként a védelem jogától való megnehezítést jelenti, hiszen valakinek egy országot átutazni egy ügyben rendszeresen védővel együtt sokkal nehezebb, vagy távol levő fogvatartottnak lenni. Ezért köszönöm a módosítási pozitív hozzáállást, és hát a többit majd akkor a bizottsági szakaszban. Schiffer András képviselő úr, 2 perces. Frakcióvezető úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen mi is értékeljük itt az elmozdulást, gondolok itt például a 17-es ajánlási számon Dorosz Dávid képviselőtársam javaslatának a befogadására, de egyrészt én csatlakoznék itt képviselőtársaimhoz, hogy egyáltalán nem világos, hogy mi szükség volt így, ilyen módon ezt a törvényt beterjeszteni. Utalnék továbbá arra is, hogy önmagában az, hogy a hivatali bűncselekményeknek a hatékonyabb felderítését kívánják, ez szintén üdvözlendő, nem biztos, hogy ezt itt kéne elkezdeni. Tehát én azt gondolom, hogy talán jobban célt értünk volna, hogyha például az ügyvédi törvényt megnyitják, és azon kívül kifejezetten a felderítés érdekében javasolnak módosításokat. Amit szeretnék még megjegyezni, itt csatlakozva a 19-es ajánlási ponthoz, hogy önmagában az, hogy a védővel nem lehet érintkezni 24 vagy 48 óráig, ez tökéletesen értelmetlen. Ez a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy itt azért többé-kevésbé ugye olyan elkövetőkre gyúr, hogy úgy mondjam, a törvényjavaslat, akik pestésen szólva nem most jöttek le a falvédőről. Kevéssé valószínű, hogy ha van ez a szabály, akkor 24-48 órán belül ők vallomást fognak tenni. Hallgatni fognak, mint a hal, majd amikor letelik a kellő idő, akkor találkoznak a védővel, és ott vagyunk, ahol eddig voltunk. Semmi szükség erre a szabályra, akár 24, akár 48 óráról beszélünk.
teljesen fölösleges újabb frontokat nyitni, konfrontálódni, akár magyar, akár európai jogi fórumokkal, úgyhogy én nagy tisztelettel azt javaslom, hogy ezt az egészet, ami akadályozza, ilyen módon akadályozza a védővel való kapcsolattartást, ezt felejtse el az előterjesztő. Célszerűbb lenne viszont akár egy következő törvényjavaslatban azon gondolkodni, hogy adott esetben az ügyvédi tevékenységet hogyan lehetne szigorúbb korlátok közé szorítani, másrészt pedig a felderítést hogyan.
lehetne hatékonyabbá tenni a korrupciós bűncselekményeknél. Köszönöm szépen. Megkérdezem Ipkovics György képviselőt, hogy kérem most szót, mert az előbb egyszerre volt 2 perces, akkor normál szót most tudok adni. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársam, én magam is nagy örömmel hallottam ezt a módosító javaslatot. A szárnyaló örömömnek talán egy szabgátat, az a gyanakvás, ami most már kialakult közöttünk ezekben a kérdésekben. Ez is nyilvánvalóan az örömöm még nagyobb lesz, hogyha el is fogom olvasni ez esetleg azt a javaslatot, amely megfelel a mi elképzelésünknek is. És ha már így egyetértettünk abba, hogy a védőhöz való ősi jogot biztosítani kell az ilyen büntető eljárásokban is, örömünk még nagyobb lenne, ha abba is egyetértenénk, hogy senki nem vonható el bírája elől, és valahogy ezt is szabályozni tudnánk majd a következő eljárásban. A konkrét felszólalási témám, amihez hozzá kívánok szólni, az már az imént megpedzett poligráfos vizsgálat. Ez két oldalból, az ehhez fűzött módosító javaslatokat én a magam részéről szeretném két oldalról is megközelíteni. Egyrészt nem tartom szerencsésnek, ha bizonyos bizonyítási eszközöket nevesítünk mi jogszabályba, mert a bizonyítási eszközök címszó alatt a poligráf alkalmazásának feltüntetése az helyett lehetne olyan, hogy a bizonyítási eljárásnak is helye van, vagy új nyomrögzítésnek helye van, tehát számos eszköz felsorolhatnánk. Ez azt a képzetet keltheti az eljáró bíróságba, hogy ez valami bizonyítékok koronája lenne. Hogyha a poligráffal beszerzett vélemény megelőz minden más bizonyítási tárgyat. Én úgy gondolom, hogy hiba lenne különös jelentőséggel felruházni egy ilyen eszközt, amelynek egyébként a szakma szerint a tudományos bizonyítottsága annak megfelelőnek is azért enyhén szólva kétséges. Tehát én a magam részéről nem nevesíteném ezt a bizonyítási eszközt ilyen módon a törvényben. A másik azt a szemléletet tükrözi, ami ugye a beismerő vallomás, illetve a tanúvallomások prioritását jelzi a büntető eljárásokban. Higgyel, tisztelt országgyűlés, hogy a büntető gyakorlatban időnként egy beismerő vallomás, vagy egy önmagában álló vallomás többet árt, mint használ. Ha egyébként az eljárás egyéb adatai nem támasztják alá az igazságát, vagy pedig hiányoznak. Egy kicsit elkényelmesíti a nyomozóhatóságot általában az úgynevezett bizonyítékok királynője. Mellőzik esetleg a tárgyi bizonyítékok beszerzését, a szakértői bizonyítás lefolytatását, és mindazokat a macerás, fáradtságos dolgokat, amiket egyébként be kellene szerezni, és amikor előfordul az a nem várt eset, hogy mondjuk visszavonnak egy ilyen vallomást, akkor ott áll a tisztelt eljáró hatóság tétován, és nem tud máshoz nyúlni az eljárás bizonyítása során. Tehát a magam részéről ebben is óva inteném a tisztelt törvényhozót, hogy ilyen módon priorizálja a poligráf alkalmazását. A másikat pedig, hogy ezt a tanú tekintetében nyilvánvalóan ellenezném a kötelező jellegű alkalmazását. Hát hagyjuk már meg annak a szerencsétlen tanúnak azt a választást, hogy akkor alkalmazzák vele ezt a csipeszekkel, drótokkal, mutatókkal felszerelt kütyüt, amikor ő is egyetért ezzel az alkalmazással, mert egy szemtanú, aki véletlenül belesodródik egy bűncselekménybe, azért ne terheljük már azzal, hogy kötelezzük ilyen jellegű vallomás megtételére. Ezért támogatom azt a módosító javaslatot, amelynek ennek alkalmazását a tanú egyetértő nyilatkozatához kötni. Köszönöm a figyelmünk. Schiffer András frakcióvezető úr, 2 perces. Elnézését szeretném kérni elnök úrnak, nem szorosan a mostani szakaszban lévő pontokhoz. Jaj, ne csak ne tetszett volna mondani, mert így aztán nehéz helyzetben vagyok. Nem, csak egyébként nem vettem volna észre. Ipkovics képviselőtársamra szeretnék reagálni, aki egyébként helyesen előhozta újra itt a törvényes bírótól való elvonás kérdését, amiről már bizottsági ülésen is volt szó. A következőt szeretném csak ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik az ami az alapjogi része, és ezt elmondtam bizottsági ülésen is, hogy talán még az a szándék is akceptálható lenne, hogy az egyébként agyonterhelt bíróságokat mentesíteni néhány közbizalom elleni cselekménnyel kapcsolatos eljárás lefolytatásától, hogyha valami objektív mércét tennénk a köré, hogy az ügyész mikor változtathatja meg az egyébként általánosan illetékességgel rendelkező bíróságot, ahol vádat emel. Arra gondolok, hogyha egy olyan objektív mérce kerülne a szabály mellé, hogy az OIT legfelsőbb bíróság igazságügyi statisztikája szerinti
valamilyen ügyhátralékot már felhalmozott bíróság büntetőügy szakánál adott esetben megfontolhatja az ügyész, hogy akkor nem ott emel vádat, hanem máshoz. Tehát például a bírósági igazságügyi statisztikához kötik ezt a jogot. Én azt gondolom, hogy az már egy jogállami megoldás lenne. De azért még egy szempontot fölvetnék.
hogyha önök azzal kívánják egyik oldalon gyorsítani a korrupciós büntető eljárásokat, hogy mondjuk budapesti ügyeket lehessen vinni mondjuk Tolna megyébe, mert ott kicsi az ügyhátralék, azért azt is jelezném, hogy akár polgári, akár büntető ügyekben nagyon sokszor pontosan az van, hogy bizonyos típusú cselekményeknél, büntető ügyekben, hivatali és gazdasági cselekményeknél egész egyszerűen Pest megyében, Budapesten vannak igazán tapasztalt bírák. Nem véletlenül, mert hát olyan az ország gazdasági politikai berendezkedés, hogy itt tömörülnek bizonyos típusú ügyek. Tehát megvan az a veszélye, hogy egyfelől időt akar spórolni a jogalkotó, ugyanakkor elküldi az ügyet az ügyészség egy olyan megyei bíróságra, ahol nincs meg a kellő szakmai tapasztalat a kellő időben történő befejezéshez. Köszönöm szépen. Megkérdezem Cser Palkovics András képviselő urat, hogy a bizottság nevében előterjesztőként kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Akkor megadom a szót előterjesztőként. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, csak jelezni szeretném, hogy szerintem azokról a módosítói indítványokról volt érdemes beszélni, amelyek tudjuk, hogy már úgymond a többségi álláspontot is képviselik a poligráf tekintetében, szerintem egyértelmű volt a mai bizottsági állásfoglalás mind az ellenzék, mind a kormány oldal részéről. Az alkotmányosság és az új alaptörvény kapcsolatos kérdések tekintetében szerintem az elmúlt napokban, illetve kb. Egy hétben elég széles körű vita folyt, a nemzetközi jog citálásával együtt is, itt a 24 óra tekintetében is, a konkrét egyedi ügyben való eltekintés esetében is, de még egyszer a kapcsolódó módosító indítvány tekintetben eltér a pénteken benyújtott módosító indítványtól, tehát úgy gondoltam, hogy ennek már túl sok értelme, ugyanezen vita lefolytatásának az gondoljuk, hogy talán nem lett volna itt a esti óra tekintetében. És leszögezendő az is, hogy a javaslat bírósági hatásköri kérdést nem érint, hiszen a hatályos szabályozás szerint a legfelsőbb bíróság az OIT elnökének javaslatára területi illetékességtől eltérő bíróságot is kijelölhet az eljárásra. Ebből következően, ha a bíróság aggályosnak tartaná a vádemelés helyét, bármikor kijelölhet más bíróságot az eljárás lefolytatására. Ezt szeretném rögzíteni itt pont az utolsó néhány felszólalás tekintetében, hogy ezt a kérdést tehát ez az egész javaslatcsomag érdemben nem érinti. Ami viszont talán ennél sokkal fontosabb, hogy a bejutott kapcsolódó indítványok, módosító indítványok jelentős részben kitérnek ezekre a kérdésekre, még ha nem is mindenben, hát még egyszer azt az alapvető célt, hogy az eljárásokat gyorsítani kell, és ez egy jogos társadalmi elvárás és igény, és azt gondolom, semmi másról, mint ha nem a szövegkörnyezetből emelünk ki egy-egy mondatot, hanem a frakcióvezető úr egész hozzászólását nézzük, akkor ő pont erről beszélt, és a kapcsolódó indítványok tekintetében is pont ez a cél lebegett a szemünk előtt. Holnap erről dönt az Alkotmányügyi Bizottság, jövő héten pedig a plenáris ülésre lehet dönteni a módosító indítványokról. Köszönöm szépen mindenkinek, aki a vita emel szakaszában, vagy éppen az általános vitában, vagy a bizottságüléseken kifejtette az álláspontját és javaslatait megfogalmazta. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt ház, várhatóan következő ülésünkön döntünk a módosító indítványokról. Most megyünk tovább. Soron következik a Nándorfehérvári Diadal emléknapjának megünnepléséről szóló határozati javaslat részletes vitája. Lezsák Sándor, Nagy Gábor, Tamás, Kőszeki Zoltán és Simicskó István képviselők önálló indítványát a H/30/40-es számon, a Kulturális és Sajtóbizottság ajánlását pedig H/30/40/6-os számon megkapták. A bizottsági ajánlás összesen 4 pontot tartalmaz, a módosító javaslatok a kormány feladatkörét érintik. Az összefüggésekre figyelemmel indítványozom, hogy azokat egy szakaszban tárgyalja meg az országgyűlés. Egyetértenek ezzel? Kérem, kézfelemeléssel jelezzék. Köszönöm szépen. Látható többség. Megnyitom a vitát az ajánlás 1-től 4-ig terjedő pontjaira. Kíván-e valaki felszólalni? Farkas Gergely képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt kedves képviselőtársaim. Az előttünk fekvő Nándorfehérvár Diadal emléknapjáról szóló határozati javaslathoz 4 darab módosító javaslatot nyújtottunk be Szabó Gábor képviselőtársamat. Ezeket szeretném most megindokolni, amit már részben az általános vita folyamán is megtettem, és nagy örömömre ott válaszában Lezsák Sándor, az előterjesztők egyike, biztosított is az egyik támogatásáról. Ennek tükrében kicsit váratlanul ért, hogy a Kulturális Bizottságban viszont a fideszes képviselők nem támogatták a javaslatokat, de bízom abban, hogy ez csak azért fordulhatott elő, mert az előterjesztő részéről nem képviseltette senki, az előterjesztőket nem képviselte senki, így bízom benne, hogy Lezsák Sándor itt a múltkori vitán elmondott ígéretét továbbra is fenntartja. A módosító javaslatokra rátérve, az első két módosító javaslat tulajdonképpen hasonló célt szolgál, csak
egybe is beletett volna adni, igazából csak időbeli eltérés miatt került külön benyújtásra. Ez arról szól, hogy a kormány bővítse azoknak a körét, akikre vonatkozólag felkérést intéz, hogy emlékezzenek meg erről az emléknapról. Mi három úgynevezett intézményrendszerrel, hálózattal szeretnénk kibővíteni ezeknek.
körét. Ugye eddig önkormányzatok, civil szervezetek, kulturális szervezeteknek szólt a kormánynak a felkérése, mi ezt szeretnénk az oktatási intézményekkel, az egyházakkal és a médiumokkal kiegészíteni. Röviden megindokolva ezeket, a közoktatási intézmények talán egyértelmű, hogy miért is, mert ez érje leginkább a fiatalokat, akiket ebben a korban, akik ebben a korban még a legfogékonyabbak az ilyen emléknap üzenetének a befogadására. Az egyházakat azért tartjuk beemelendőnek a javaslatba, hisz mégiscsak egy kereszténység szempontjából fontos diadalról van szó. Maga az eredeti határozati javaslat is tartalmazza, hogy a kereszténység egyik nagy diadala, ez a Nándorfehérvári ünnep. A médiumokat pedig azért tartjuk fontosnak, mert úgy gondolom, hogy nem nagy elvárás az, és ráadásul ez egy felkérés, tehát semmi kötelezettséget nem tartalmaz a különböző tévécsatornák, rádiók felé. Egyfajta felkérés, hogy ezen a napon, július 22-én az ünnepnap üzenetével kapcsolatos tévéfilmet, műsort, akár egy megemlékezést vetítsenek le, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy elérje a célt ez az emléknap. A második módosító javaslatunk igazából egyértelművé szeretné tenni egy mondat kiegészítése árán, hogy ez nem egy történelmi, nem csupán egy történelmi visszaemlékezés, nem az a célunk, hogy egy plusz történelmi órát beiktassunk erre a napra, hanem ennél sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy az egész diadalnak, az abban résztvevő személyeknek, a katonáknak az általuk hordozott üzeneteket közvetítsük a mai társadalom felé, azt az önfeláldozást, hazaszeretetet, vagy épp a közösségért való áldozatot, amiről példát mutattak ezek az emberek. Tehát ezt szeretnénk erősíteni ezzel a módosító javaslatunkkal, és egyébként megnyitva az utat afelé, hogy ne kizárólag csak a Nándorfehérvári diadalról beszélhessünk ennek a napnak a kapcsán, hanem esetleg más olyan eseményekről is, amik hasonlóan ezt az üzenetet hordozzák. A harmadik javaslatunkat az motiválta, hogy jelen pillanatban a határozati javaslat egy ajánlást fogalmaz meg a célzottak számára, ami szerint emlékezzenek az emléknapról. Ugyanakkor például nem történik semmi, hogyha most vagy jövő július 22-én az országban egyetlen egy megemlékezés nem történik. Fontos, hogy nem szabad átesni a ló túloldalára, kötelezővé tenni ezt az emléknapot, hisz tudjuk, hogy ami kötelező, azt nem szerették az emberek, ráadásul technikailag sem kivitelezhető, de ugyanakkor be lehetne építeni a rendszerbe olyan motiváló, ösztönző elemeket, amik biztosíthatják azt, hogy minél több intézmény, minél több szervezet emlékezzen erről az emléknapról, és minél több ember vegyen részt ennek az emlék kapcsán megrendezendő ünnepekben. Ebben pedig egyértelműen a kormánynak kellene előjárni, olyan július 22-e kapcsán megrendezendő központi megemlékezéssel, az emléknaphoz kötődő pályázatok, versenyek kiírásával, amik tényleg ösztönzően motiválóak hatnak az emberekre, a fiatalokra elsősorban, hogy emlékezzenek meg erről az emléknapról. Összességében tehát jobbá szeretnénk ezt az eddig is jó irányba haladó határozati javaslatot tenni, konstruktívan fogalmaztuk meg a módosító javaslatainkat, és bízom benne, hogy az előterjesztők ezt mérlegelve támogatni fogják javaslatainkat. Köszönöm a szót. Két perces szót kér Lezsák Sándor alelnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim.